játékot szeretném bemutatni, a Rustot. Közben itt van velem Ádám is. Sziasztok. Ó, de bedültél. Hát, én... Hallad? Mennyi ögülem? Mi? Mennyi ögülem? Most te mi a faszomat csinálsz? Én? Pénzt pakolsz, vagy mi? Nem pénzt, ajtót akarok csinálni. Csak az az kell, hogy én itt amint bányásztam követ, azt itt kiégetem. Ezekben a kemencékben. Közben teljesen több pucér vagyok. Úgyhogy... Én még nem vagyok nagy rászt szakért, majd Ádám megtanít engem. Úgyhogy már ezzel valamennyi órát játszott már mellett. Jó, mondom. Hogy mondtad? Fél életemet elrontottam eddig ezzel. Most. A mi játék elején hasznos. Leszeded a kukoricákat például, vagy tököket, vagy ilyesmit. A játék eleje az gyakorlatilag arról szól, ezt most neked mondom, de esetleg nézők között is, ha van kezdő. Igen. Arról szól a játék eleje, hogy kapsz alapból egy darab követ, meg egy fáklyát. A fáklya az itt teljesen fölösleges, az csak elárulod magad, azt így már belépsz, el lehet dobni. Valaki meglát egy fáklya fényt, az első dolga oda rohanni, és hogy megöljön. Ja, akkor nem találsz, és használom a fáklyát. Akkor igen, azt... És nyájom ezt a fát? Igen. Tehát, akkor kell egy kevés fát vágnod, egy pár száz fát. Akkor ilyen köves helyek környékén, mint például ott, ahol vannak ilyen nagyobb sziklák, ott nagyobb eséllyel vannak kövek, abból is kell egy pár százat, akkor már, amikor lesz már egy pár száz követ, abból inkább jó egy kicsit többet, ilyen 1000 körüli számot gyűjteni belőle, egy kisebb házat össze tudjál dobni belőle. Csinálsz annak kezdőbb eszközöket, attól függ, hogy milyen szerveren játszol, valahol nem... Tizen vagyunk jel pillanatban. Igen, attól függ, hogy mennyien vagytok, meg az official szervereken ott mindenki egyből csinál egy lounge-át, és lounge-át azt el lehet dobni. És mindenki azzal szórakozik, hogy lounge-ákkal dobálódzik, és már a játék elején megöli a másikat. Kiszed 300 fát, raftol belőle magának egy lounge-át, és onnantól kezdve nagyon profik lejön, és így 30 méterről fejbe dob, meghaltál, elviszi a cuccot, és így gyűjtik maguk a cuccot, hogy a láncsákkal dobálóznak, és... Aha, és akkor így tudok craftolni? Igen, a tabot megnyomva nyitod meg az inventory-t, ha pedig a Q-t, akkor ott a craft-t. És akkor van már fegyverem is, ilyen. Ilyen fegyvert csináltál? Ja, az nem arra jó. Az épületek fejlesztésére jó. Király. Az arra jó, hogy például ahhoz, hogy épületet tudjál építeni vagy fejleszteni, azt megépítesz magadnak egy kicsi házat, gyere. Van itt ez a cucc, erre nyomjál egy ilyen betűt. Nem arra, erre a szekrényre. Igen. Akkor most jobb alul, ahol van a kajád meg mindened, ott fölötte van egy oldal olyan, hogy Building Privilege. Igen. Building Privilege. És ez arra jó egyrészt, hogyha egy ilyet leraksz, akkor a környéken nem tudnak építeni. Magyarán nem tudnak idejönni a házadhoz, és mellette építeni egy kis lépcsőt, hogy fölülről beugráljanak. Meg te itt most tudsz falakat, meg mindent fejleszteni. Hogy ide, kidobok neked követ, ezt vedd fel. Erre a fa valamire, nyomjál hosszan egy jobb klikket, erre a falra. A falra. Erre a fára. Jobb klikket hosszan. Aha! Ki tudod választani, mire akarod fejleszteni, hogy nyomjál rá a kőre. Kőre? Ja, jobb klikket nyomsz, és ott, ahogy mozgatod az egeret, úgy szépen tudsz körbe nyomni. Nem. Nem arra. Valamelyik az ásóra, vagy a kalapácsra köszönő? Stone. Rámész arra, nyomvad. De a falat nézzed, ezt a fát. Igen. Itt, amire én is nézek. A fát. Erre. Ránézel a fára. Milyen fa? Nyomsz hosszan egy jobb klikket. Igen. Itt.
és tartsd nyomva. Nyomva tartod. És ott odahúzod a kurzorodat a kőre fejlesztéshez, a stonehoz. És nyomsz egy bal klikket. Na igen. Aha. Így lehet felfejleszteni a házadat. Aha. Van egy ilyen, először is kraftolj egy papírt. Papír? Igen. Paper? Az. Azaz. És akkor megjelenik egy olyan crafting, hogy building plan. Most már egy csomó minden. Van térkép. És... Na ott is mindegy, de neked a building plan kell, és azzal tudsz építeni. Azzal is így hosszan nyomsz egy jobb klikket, és ott ki tudod választani, hogy mit akarsz építeni. Ugyanezzel a körlakú jobb klikket hosszan nyomod, és ráviszed a kurzorod, és nyomsz egy bal klikket. Azzal ki tudod választani, mit akarsz építeni. A stone, itt van. Azaz. Micsoda? A stone. Akarod mondani, vagy melyiket? Majd egy csomó minden. Craftolj el egy ilyen building plant. Building. Ja. Ja, megvan. Megvan. És ezt a kezedbe veszed, és ha nyomsz hosszan egy jobb klikket, akkor ott forgatod a görgővel arra vízre, amit akarsz éppen építeni, és akkor csak itt neked piros. Igen, mert itt nem tudsz építeni. Éppen azt vagy. Tehát esetleg oszlopokat tudsz ide, de ide például alapot ide bentre már nem tudsz, csak kívülre tudnál lerakni, az majd azzal kell kezdeni a házat, hogy leraksz egy egyszer-kettes kis alapot, falakat, rá ajtót, meg tetőt, és akkor oda szépen belakod magad a játék elején. De mi megoldottuk annyi, hogy loptuk egy házat. Ez a mi kis közös kunyhók, vagy mi, nem? Tökéletes. Viszont kelleni fog még fém, úgyhogy égessünk. Mert a kunyhóban nem fogunk sokáig lakni, ez csak éppen arra kellett, hogy játék elején ide belakjuk magunkat gyorsan, ez kész. De... meglátnék egy ilyen házat, első dolgom lenne az oldalában négy rakétát küldeni. Fegyvert hogyan tudok izélni? Hogy azt még nem tudok? Na igen. Van nálad fa? Ott, 161. Ott az azt hiszem elég lesz. Ott kidobtam neked egy... Nem, az nem lesz elég. Még fát. Tehát ezeket vedd fel. Felveszed. Azt klotot is vedd fel. Ez? Ja, nyomjál egy Q betűt. Menjél rá a weaponsre. És ott van egy olyan, hogy hunting bow. Hunting. Ja. És hunting vagy planting? Hunting, egy ilyen vadász íj. Egy sima íjat, ami a kezemben is van. Aha, megvan, igen. Egy olyat craftoljál le. Meg vagy? Megvan a vadász íjem, skacok. Nagyon jó. És akkor tessék, dobom hozzá a nyílakat. És akkor hosszan nyomod a jobb klikket, azt nyomva tartod, és ha el akarod, de ne nézzél felém! Adá a fallal gyakoroljál! Aztán nyomsz egy jobb klikket. És amikor el akarod lőni, akkor balt. Igen. Ne lőd, ne feleslegesen a nyilaidat. Még olyan szemfelőtelek volna. Azért. Húzz innen. Nyugi, nem bántolok. Spann, nem bántok. Azt a kukkú betűm? Aha. Várja, le van sebződve a falak. Kérem. A fegyvert is tudok kraftolni. Ja, de még nem mindenféle fegyvert tudsz most is kraftolni. És a legtöbb fegyverhez az kellenek ilyen alkatrészek, amit onnan tudsz gyűjteni, hogy lehet találni ilyen hordókat, vagy bemész esetleg loot helyre, és ott vannak ilyen hordók, ezt azokból lehet szerezni. Akkor baltából nekem például 200 út stickkel, ugye? Te most hova tűntél? Fenn vagyok a temeleten, éppen sütök magnak kaját, meg kezdek ilyen dögledezni. Az melyik is a kaja? A plusz zöldség?
Nem, a zöldség az az életed, a legalsó a kaja. Aha, 50%-om van. Ott van, adtam neked kaját. Egész jó ez a játék. Amúgy, kezdem megszeretni. Még ha menni is fog, tehát tényleg úgy... Főleg, hogyha most menni fog, mert még eddig sose játszott. Egyszer megvettem ezt a játékot, azt... 165%-om, hogyha még szerintem itt adjál még kaját. Ez van, meg... Nagyon jó, a következő hármat, ami ki fog sülni, azt vett fel. Majd ki fog esni, vagy nem biztos, hogy kiesik. E-betűvel bele tudsz nézni. Hogyha pedig hosszan E-betűt nyomsz, akkor el tudod oltani, meg ugyanúgy bele tudsz nézni a tűz, a tábortűzbe. Ez régen nem így volt. Régen úgy működött, hogy ha simán E-betűt nyomtál rá, akkor meggyújtottad. Na, vedd fel. Kidobódott közben, vagy nem, még nekem sincsen. Nekem is kell, úgyhogy az a tér. Kösz. Csóra vagyok. A játék eleje az ilyen lassú, szenvedős. És most hova tűntél? Aztán majd belelendül. Ja, és hogyan tudom, hogyha elmegyünk, akkor hogyan tudom visszatalálni a szerv, és a házunkba? Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy... Nem tenném. Nem. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy... kell játszanod a játékkal, és akkor majd bírsz tájékozódni. Tehát eleinte ez tényleg szenvedős, hogy bírsz tájékozódni, vagy nem. Forestban annyi volt jó volt, hogy ott lehetett látni, hogy hol a házad. Is látni, csak ki kell nyitnod a szemed. Meg kell figyelned, én az alapján kell tájékozódni, hogy nagyjából merről jöttél, meg milyen területek mellett jöttél el. Nem mondom, hogy egyszerű, hozzá kell szokni. Térképet is lehet kapcsolni? Ja, meg lehet térképet is, igen. Azzal meg még egyszerű. Igen, azzal is, hogyha te a térképet csak akkor látod, ha kirakod ide az övedre, nyomsz egy G betűt, és akkor megnyitja a térképet. Ha már craftoltam is térképet. Most én is craftolok egy térképet. Hol van a térkép? Itt lesz a térkép. De... Leszkem el is van. Akkor nyomsz egy G betűt. Viszont jó helyen is vagyunk. Minden kicsit fölfele sétálunk, azt tök jók vagyunk. Ja, nyomsz egy jobb klikket. Most rakj ki az övedre. Rakj ki az övedre csak simán a térképet. És akkor nyomjál egy G betűt. Hosszan lenyom a G betűt. Hosszan nyomom. Igen, nyomsz, akkor megnyitotta a térképet, ugye? Nyomsz egy jobb klikket, és akkor ott innentől kezdve már tudsz rajzolni. Be tudod jelölni rajta a házat, meg esetleg a házat találunk, és ki akarjuk. Majd így be tudod jelölni rajta. Az hogy? Kiválasztod a szint, meg a betű vastagságot, és... Nem és egy ideje, rajzoljak. Megkedi. Mondom, ott van három ilyen csík, vagy három ilyen lehetőség. Egyikkel a vastagságot választod, egyikkel, hogy törölni akarsz, vagy rajzolni ezt, vagy ezt milyen formában, másikkal meg, hogy mennyire akarsz, mint erős. Megvan. Jó, bejelentük a házat. Elmegyek egy fát kivágok. De tényleg az ajtó úgy tudsz kijönni, és még azt sem fogsz tenni. Vagy hosszan, tehát ott van egy ilyen kis piros pötty az ajtón. Igen. Arra hosszan nyomsz egy E-betűt. Viszonylag kevés az esély, hogy valaki szórakozásból feljön és ilyen. No. Olyan jó indulatú, de... És régen úgy működött, hogy ilyenkor ilyen átváltozott zöldre, tehát kinyitottad teljesen a zárat, és ilyenkor akárki be tudott menni.
Na de ezt annyiba megváltozott, hogy most már ilyen bezárult marad. Bezártam az ajtót. Na, és hol vagy? Hol tűntél? Én itt erre feljöttem fát. Igazából itt lehet neked is csinálni, hogy elmész fát vágni. Merre mentél a háztól? Itt, amerre van egy másik kicsi faház. Na, fogod találni. Várjál. Mert egy dolog, hogy itt van egy tök jó hely mellettünk, de szerintem még ide nem kéne bevenni. Tehát így megközelítenénk, és így hirtelen három pöcsünk és 8 fülünk nőne a rajdőaktivitást. Ezeket a izéket muszáj felvenni? Nem annyira? Micsoda? Ezeket a fekete tartályokat, ilyen benzintartály. Vedd fel persze, mert azt majd ki tudjuk finomítani rendes olajjá, ami hasznos. Mert most találtam. Hát én még ott hagytam, mert most játék elején. Így, hogy tehát alapból hasznos. Meg kell, de így, hogy belaktuk magunkat egy házba, így olyan lényeges. Ja, amúgy egyik másik ismerős is majd jön. Úgyhogy nem tudom, milyen hosszú videót akarsz. Hát olyan 40 perces, 30 perces. Jó, akkor szólok neki, hogy akkor majd utána jöjjön. Lesz majd folytatás is. Persze. Ebből lehet egy jó pár videót csinálni. Ezt nem lehet küldni. Ez nem. Ez a pálya része. Ez a zene idegesít. Egy eszképet. Itt van egy ilyen kis fogaskerék, options. Jó, megvan. Nem hiszed, na, megvan. Szuper. Az ilyen területeken, ahol ilyen tele van sziklával minden, ilyen területeken vagy a környékükön szokott általában több kő lenni. Most itt van olyan szerencsénk, hogy egy darabot nem találunk, de ez már mellékes. Ott egy ház. Ja. Nem nézzük meg? Akár megnézhetjük. Jó. Az árkabréta. Kire be tudnánk ütni. És az ajtó, ugyanis a falaknak is van több oldala. És ez fordítva van lerakva. Nézd ki ez a ház, te. Hát én még ember sem laknék. Egy kis kezdőház. Hát mondjuk, meg én még hajléktalan vagyok, úgyhogy... Hmm. Ide akármi is törhető. De ne, alatt is se. Te is, ha vágtál fát, akkor craftolj ilyen láncsákat, ilyen wooden spear-eket, és azzal is se. Weapons és ilyen wooden spear. $250 kell nekem. De van annyit, nem? Kezdek ráérezni. Ó.
Te még nem tudod, hogy meddig lehet menni ebben a játékban, akkor... A tortának éppen kicsi morzsáját ízleled. Nem sokáig, szerintem egy fát vághatott ki, kettőt, és gyorsan megépítette, de nem volt kedve a játékhoz, aztán lett. Mi van? Egy? Várjál, adok kisebb. Vert fel az elbője fel, vetted. Igazából mindjárt betörtünk. Ó, kette is! Ho-ho-ho! Mi van nála? Oho! Balt az kell nekem, fa az kell nekem, fa az kell nekem. Melyik a kaja? Ez a ruhák? A kaja is kell. Vedd el tőlem még a... Ja, még kulcs is van. Nyilakat. Nyilakat, a kulcs az most már mindegy. Jó, gyorsan kirámoltam előled. Mit? Pár cuccokat. Viszont én nekem majdnem tele van az inventory, úgyhogy fussunk haza, meg pakoljunk le, nem vagyok. Aztán jövünk el megint. A játék eleje az erről szól, hogy kicsit cuccot szerzel, gyorsan hazaviszed. De ne azzal üsd. Baltával. Van baltád? Most már van, mellogtam. Akkor jó. Azzal is. Kis fát, fog az is kelleni. Jó lenne most egy kicsi fát vágni, és nem sokáig még itt lenni a ezen a környéken, mert ilyen nagyobb radioaktív területek környékén lenni nem olyan jó, mert sokan járnak ide. Itt kicsit később, amikor már lesznek olyan akármilyen ruhánk igazából, akkor már nem fog sebezni annyira a radioaktivitás. Na, ilyen hát, az a kő. Amit lehetünk. Ezt pedig csákánnyal, nem baltával. Na, ne baltával, mert csak elrontod a kövünket. Csákánnyal szedni. Szerintem már baltával. Tönkemet. Ja. Tessék. Szeretem az ilyen túlélős játékot amúgy. Az ilyen ládák azért jók, mert ezekbe lehet olyan rendes radioaktív védőruhát, mert gyakorlatilag majdnem nem is sebez egyáltalán a radioaktivitást. Az nagyon jó, hogy jön ilyenkor játék elé. Még kellene nekünk ebből a ládából az... Az az, amit most szereztem. Ilyen személyautó buddy. Kocsma ja, lehet lenni? Lehet. Egy volt róla szó, hogy be akarják a játékba a járműveket, de... Vagy lovat, vagy valami. Semmi. Az az még talán jó lenne, de ebbe a játékba berakni egy kocsit, ez lenne. Jó szerintem. Ebbe a házba nem nézünk be? Vagy lyukaszt az alja. Nincs benne már semmi, már megnéztem egyszer. Közben a játék töltődik itt, nekem egy kicsit az arra nem ételtek. Arra a játék.
Na igen, ez amit ne csináljál. Hogyha ez zöld. Ez zöld. Na, ez akkor van becsukva, ha ez így piros. Jó, nem. Mert ha zöld, akkor akárki be tud jönni. Na igen, most még más, hogy nem vitték el a cuccunkat. Van nálam 2500 fa, van nálam izé is. Mi akarna ez enni? Nem tudom. Majd te megnézed, van nálam kulcs is. A kulcsnak most nincsen értelme, mert ezt ahhoz a rosszabb fajta ajtóhoz lehet csinálni ilyen kulcsot. Mi az a leather? Leather? Meg klot. A klot az a szövet, a leather az pedig a bőr. A ruhát lehet csinálni. Meg klot az kell az íjhoz például, meg ilyen szurihoz. Egy pár dologhoz kellenek azért. Most két dolgot kell csinálnunk. Nem tudom, van-e értelme nekünk most a Large Furnace-nek. Valószínű nincs, mert el kéne költöznünk. És hogy kéne... Hogy tudom rárakni? Ja, aha, megvan. Van ruhám! Na nézzük, nézzük. Szuper. Milyen ruháim vannak? Miért nem craftoltam melltartót? Melltartó? Van melltartó is. Van szabad... Hagyj legyek szabadok! Ez már tényleg szabad ország, nem? Hagyj csillen már ilyen melltartó. Jó, kezdve belaggódsz egy picit. Lesz még jobb ruhám is, kacuk, de... Most nem telik rá. Meg cipőt is kraftolzom. Te nem mezint láb vagy? Jó, van ez így. Most el fogunk költözni? Majd, ja. Viszont így szerintem zárjuk le a videót, hogy jönne ismerősöm is, hogy ne videó közepén ugorjon be, ez így egy ilyen kezdőbe vezető valaminek talán elég. Na jó, és kacok, ennyi lett volna az első része, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok minket, sziasztok! Sziasztok!